Dehogy. Nem írt róla az újság? Talán majd a holnapi, vagy a holnap utáni fog. A hullát gondosan elrejtettem, úgyhogy... Biztos vagy benne, hogy meghalt Louise? Talán még él, csak súlyosan megsebesült. Biztos, hogy meghalt. Egyszerű baleset volt. Az a pasas be volt rúgva. Istenem! Olyan borzalmas! Figyelj rám, szépségem. Nem szabad emésztened magad miatta. Szia. Nem mondta Frank, hogy mikor jön vissza? Nem mondta, hova megy. Hogy hívnak, he? Elizabeth, és téged? Bill. Szervusz, Bill. Kérsz valamit inni? Egészségedre. Egy pillanat. Hamar ide értél. Megkaptam az üzeneted, és azonnal jöttem. Kösz. Andale nina vete, vamos hablar. Pár nappal ezelőtt verekedés volt a klubban. Mr. Stockdale apósa is belekeveredett. Igen, hallottam róla. Nem akart fizetni, vagy valami ilyesmi. Állítólag ellopták a pénzét. És ez igaz? Honnan tudjam? Ne verj át, Bill. Benne voltál te is? Nem is voltam ott. Nem az ellopott pénz érdekel. Lenne számodra egy bizalmas természetű munka. Nagyon fontos az, hogy Mr. Svensson nehogy felismerjen téged. Felfog? Kizárt. Rendben. Bérelj egy lakást. Azonnal költözd is be, világos? David Largeman néven kell bejelentkezned. Azt mondod, San Franciscóból jöttél. Megértetted? Beszéltél Judyval? Igen. Nem tud munkát. Esetleg Martin szerez majd valamit. Hogy ne szerezne? Szobalány lesz belőled a Stockdale családnál. Ne álmodozz. Referencia nélkül nem vesznek fel senkit. Martin nem elég referencia, elvégre a főnök barátja. El is hiszed? Miért ne hinném? A főnök apósával ivott. Meg kéne látogatnom. Kit? Martint? Nem, a barátját. Olyan kedves volt velem. Mit gondolsz? Miért ne? Nem vesztesz semmit, ha megteszed. Ezért szeretlek annyira. Mindig egyet értesz velem. Nem mindig. Nem akartam, hogy a bárba menj dolgozni. Nem voltam ott sokáig, és talán a jó Isten akarta, hogy kirúgjanak. Isteni beavatkozás. Igen. Igen. JJ, azt szeretném kérdezni. Hogy szólított engem? JJ-nek jó pofa beszélni. A nevem James. Hívjon így. Ha akarja. Tudja, eszembe jutott, hogy talán szüksége van itt a házban egy szobalányra. Nincs. Figyeljen, van egy unokahúgom, egy helyes, rendes kislány. Már megmondtam, hogy nem. Úgy meg különösen nem, ha a maga rokona. Miért? Azért, mert maga lusta, és semmire sem jó. Este engedély nélkül elhagyta a házat. Azt hiszi, nem jelentették nekem? Miért veti a szememre? Esténként elmehetek, ha akarok, nem igaz? Mit képzel, rabszolga vagyok? Tudja, a maga munka ideje ebben a házban napi 24 óra, kivéve akkor, amikor szabadnapos.
Megértette? Igen. Na. Ha! Még egy cipőt se tud kipucolni. Sikerült, Frank? Mesélj! Megvan az ember. Igen! Épp most költözik be egy lakásba. Ó, oh, ismerősöd? Régi ismerős. Frank, te vagy az én mentőangyalom. Szerintem csak úgy tudhatunk meg valami konkrétumot arról, ami történt, hogy megkörnyékezzük Rachel részeges apját, nem? Lehet. És ki környékezi meg? Nekem Carla jutott eszembe. Mit csinálsz? Hát veli az öregembert. Hát, ha így áll a dolog, akkor azonnal lássunk munkához. Frank? Igazi barát vagy. Ez az Eden Project vázlata. Milyen? Tökéletes. Átnézem. Miért kell átnézned? Minden egyes alkalommal, amikor kidolgozok valamit, neked át kell nézned. Tudod, hogy értek hozzá. Ne legyél ingerült. Minden rendben. Persze, hogy rendben van. Mikor költözöl ki a házból, Max? Miért menjek el? Mondjuk azért, mert látni sem bírlak többé. Hát nekem sem népünnepély együtt lakni veled, mégsem hallasz panaszkodni. Mennyi kell? Mondd az összeget. Nem kérek sokat. Csak mindent. Kezd elegem lenni ebből, mondd már, mennyi? Nehéz kérdés. Ne szórakozz. Nem leszek tekintettel Viktóriára. Nem leszek tekintettel rád, és a botrányra sem. És akkor mi lesz? Börtönbe juttatsz? Nem megyek egyedül. Rachelt 48 óra alatt kihoznám. Hát, ha ez a helyzet, rajta. Ha nem akarsz pénzt tőlem, akkor mit? Rachelt? Sajnálom, de nála labdába se rúghatsz. Jó párszor sikerült már nála labdába rúgnom. Még valami? Tűnj innen. Jól elbeszélgettünk.